Pihenőpadok, rendezett gyepszőnyeg és a környezetbe illő faborítású szemetes ládák kerültek az újvárosi templom előtti térre Szekszárdon. Az apró parkot most alakították ki, a beruházásnak köszönhetően nem csak a környéken élők pihenhetnek itt rendezett körülmények között, hanem azok is, akik busszal észak felől közelítik meg a Tolnai megye székhelyet. Örülünk annak, hogy itt a projekt kapcsán több mindent sikerült megvalósítani a projekten felül, mert itt szemben van az a mozgáskorlátozott rész az új felújított járdával, és amit meg kell említenem itt a Rákóczi utcának a jobb oldalán, itt teljes egészében a térköves járda elkészült, ami most már teljesen biztonságosan közlekedhetővé tette itt a környéket. Nemrégen a templom mögötti téren is felújítás zajlott, ott civilek fogtak össze és tették rendbe a már kopott padokat. Szekszárd alpolgármestere azt kéri, hogy azok, akik erre járnak, vigyázzanak a környezetre, hogy a beruházást minél tovább élvezhessék a helyiek és a településre érkezők. A területre kiemelt figyelmet fordítanak majd az önkormányzat munkatársai is. Természetesen figyelemmel fogjuk kísérni, ha már megszűnik ez a csapadékos időszak, akkor a megfelelő öntözéssel a megfelelő minőségű gyepszőnyeget tudjuk biztosítani. Az újvárosi részen az elmúlt időszakban több kisebb, de látványos beruházás is zajlott. Néhány nappal ezelőtt készült el például az út melletti térkövezett több száz méter hosszú járdaszakasz.